az automata váltó elveszi a vezetés élményét. Egészen eddig ezt gondoltam. Most pedig azt mondom, hogy a jó automata váltó az hozzáad a vezetési élményhez. Ugyanis egy olyan extrát kaptok az automata váltóval, ami gyakorlatilag a klímával egyenértékű, nem parasztvakító extra. Ha egy jó automatát tudsz venni, egy jó fajtát, akkor nagyon-nagyon jól járhatsz vele. Na most a Vitarában, az 1.4 turbós Vitarában egy abszolút hagyományos bolygóműves váltó van, ami azért érdekes, mert én vezettem nagyon-nagyon drága, nagyon jó autókat, illetve nagyon-nagyon jó automata váltókat, V3-os BMW-től kezdve az új Focusban, ami van, ilyen tekergetős kapcsolós automata váltó is, tehát a DSG-k Passat-tól Golfig, tehát igazából a DSG és a BMW váltója nekem az etalon. De azt kell mondjam, hogy a Suzuki ezzel a váltóval egy olyan hagyományos bolygóműves váltót alkotott, ami, hát nem akarok nagy szavakat használni, de nekem DSG szint. Nem dupla kuplungos ez, ez egy hagyományos váltó, és mégis olyan sebességgel teszi szinte a dolgát, mint a DSG. Abszolút nincs váltásérzet. Ha lassan, papásan vezetem az autót, akkor sincs. Hogyha elkezdem neki küldeni, akkor sincs váltásérzet. Valami egészen elképesztő. És hát ami még fontos, hogy ugye én attól féltem, én is, mint a legtöbben, akik automatára váltunk, én attól féltem, hogy majd a fordulatszám tartományokat nem úgy kezeli, ahogy én szeretném. Én például figyelek arra nagyon, hogy azért alapvetően nem mindig nyomatékból vezessek, hanem azért fordulatszámból, tehát lóerőből, mert például a hideg motornál ez tök fontos, mint ha jössz ki egy rámpán a garázsból tök hideg motorral, akkor ne váltson már föl az autó a rámpán 2-esbe, hiszen szeretnék én 1-esbe szép nyugodtan felmenni vele. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy én az első métereken én manuális fokozatban használom a váltót, és ezen az autón például ugye a kormányváltó fülek remekül muzsikálnak. És ez egy külön öröm, hogy bármikor, hogyha kedvem van, akkor tudok úgy váltogatni, ahogy én szeretnék. De nagyon sokan, amikor elsőnek beülnek egy automatába, és én is elkövettem ezt a hibát, az alapján ítélik meg. Tehát ez a legfőbb panasz, hogy nem akkor és nem úgy vált, ahogy én azt tenném, ahogy megszoktam. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy automata váltós autóval össze kell szokni. Ez néhány óra vezetés után már megvan. A kényelmet azonnal érzed. De azt a fajta együttműködést, hogy érezd, ahhoz idő kell. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a pedálszög álláson múlik minden. Hogyha én ezzel az autóval most szép finoman elkezdek gyorsítani, nem fog visszakapcsolni, és nem fogom azt érezni, hogy hirtelen meg tudnám előzni az előttem lévő autót. Jó lehet, hogy ez az 1.4 turbó, ez nyomatékból sok mindent megold. Ez egy borzasztó jó motor, a benzines motorokat tekintve, a mostani felhozatalról beszélek, de hát iszonyú jó megy nyomatékból is, de én határozottan el akarok indulni, akkor annyi a dolgom, hogy egy centis mozdulatot tegyek a gázon, ami hirtelen történik. Hirtelen megnyomjam, már felpörgött a motor, és már megyünk. Abban a pillanatban egy szemvillanás alatt vált. Nem tudsz ilyen gyorsan váltani hagyományos váltóval. Na most a másik élményem nekem, ahhoz képest, hogy nem kell kuplungolni, ahhoz képest van egy másik élményem, hogy az, hogy nyomom a gázt, és ezzel a váltóval, hogy nem érzed a fokozatváltásokat, azt érzed, hogy folyamatosan ott a seged alatt a nyomaték, és egyenletes a gyorsulás, és az utasok is nem bólogatnak a váltásokon. Kiméled a hajtásláncot, a motornak is jó. Le vagyok nyűgözve, és nem azért mondom ezt, mert volt, aki kommentbe írta, hogy ilyen olyan kedvezményt kaptam erre az autóra, meg így meg, hogy nem kaptam komolyabb kedvezményt az autóra egyáltalán, hanem egyszerűen akartam egy olyan automata váltós autót venni, amiben bízok. Nekem a Suzuki mindig is favorit volt, aki ismer, azt tudja, hogy
nagyon régóta Suzuki-n van, egyszer egy Opellel a magam nevében mondom, csak hogy behibáztam. Nyilván egy használt autóról beszélünk. És akkor gyorsan vissza is álltam a Suzuki-ra, mert nekem amit nyújt, az teljesen jó volt. Én a gombóc Swift óta nagyon-nagyon imádom a Suzuki-t, korábban meg azért imádtam, mert tényleg nem kellett rá egy forintot csipölteni. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe az 1.4 turbós automataváltós autóba azt a kényelmet én most nagyon megtaláltam. Tehát tényleg az értékesítő, aki Lacaz István, az értékesítő, a Szelecki, akivel én átbeszéltem ezt, hogy most tényleg egy automatát veszek, úgyhogy egyébként én nem szerettem korábban. Nem bántam meg, és tényleg köszi István, innen üzenem. Hatalmas király ez egész, és teljesen le vagyok nyűgözve az autótól. Tehát menet tulajdonságait és a komfortját tekintve összességében ez a futómű, ez a motor, ez a váltóval nem érzem azt, hogy most egy ideig autót kéne cserélnem. Úgyhogy én mindenképp azt mondom, hogyha ilyen autót vitarában gondolkodtok, és azt gondoljátok, hogy ez egy hagyományos váltó, ez a bolygóműves, és ez majd biztos bólogat, mindenféleképpen próbáljátok ki, mert nem viccből mondom azt, hogy én nekem DSG szintű érzésem van. A DSG egy nagyon picivel gyorsabb, de a váltás érzet, ami nincs, az itt ugyanaz, mint a DSG-nél. Egy hangyafülnyit gyorsabb a DSG váltás. Ennyit érzem. De azt is egyébként csak akkor, hogyha te kapcsolgatod kézzel, mert akkor tudod igazán kontrollálni a váltási sebességet. Tehát mindenképp nézzétek meg, próbáljátok ki, elképesztő az a vezetési élmény, amit ad automata váltóval az autó. Nem hittem volna egy fél éve, hogy ezt mondom. Amiért automata váltós autót vettem egyébként, az, hogy egyre több tesztautót vezettem, ami automata, és borzasztó nehezen adtam vissza őket. Ez volt a fő ok, hogy végül is belevágtam. Nagyon-nagyon nem bántam meg. Iszonyú király. Úgyhogy haladjunk akkor. Egyébként abszolút ez a jövő. Ugye az elektromos autóknál nincs miről beszélni. De például a Toyotánál is, ugye a hibridjeinél nekem a fokozatmentes automata váltók nem a nagy kedvencem. Felbőg a motorgyorsításkor robogós feeling azért van. Van, akinek ez nagyon tetszik. Én még nem tudtam vele megbarátkozni, biztos nagyon, nagyon jó sok szempontból, de nekem az annyira nem, viszont az, hogy a Suzuki ezzel a hagyományos váltóval ezt letette az asztalra, hát gyerekek, nem tudom, biztos tömve van elektronikával, ahogy kell, de le a kalappal. Nekem tetszik, próbáljátok ki. Hát ennyit tudok mondani az automata váltós félelmekről. Mindenféleképp, ha egy kicsit is kényelemre vágytok, és ugyanakkor arra, hogy dinamikusan tudjatok váltás érzet nélkül közlekedni, akkor mindenképp automata váltós vitarát vagy S-Cross-t vegyetek, vagy legalább próbáljátok ki, mielőtt döntötök, mert utána nagyon rossz megbánni ezeket a döntéseket. Sziasztok!